A Kecskeméti LC szombaton a sereghajtó Hartát fogadta a Széktói stadionban, és a papírformának megfelelően nagyon magabiztos játékkal tartotta itthon 3 pontot csapatunk. Kezdés előtt Helyből Józsefre, korábbi NB1-es és NB2-es játékvezetőre emlékeztünk, aki a napokban hunyt el 54 éves korában. A találkozó úgy kezdődött, ahogy azt várni lehetett, rögtön a kapujához szögeztük a Hartát, mely egy kapitális védelmi jövát követően már a 4. percben kapitulált, Poncók használta ki a védelem megingását. Alig 10 percnek kellett eltenni ahhoz, hogy növeljük előnyünket, egy jobboldali akciót követően Sejem Zsolt érkezett középen kitűnően, és ezúttal fejjel volt eredményes. Egy darabig ezt követően maradt a mezőnyjáték, illetve egy szalámi lesgól, ám végül a 24. percben betalált gól király előttünk, Farkas beadását csúsztatta a hosszúba. Sokat nem kellett várni az újabb góljára sem, ekkor egy szögletet követően Poncók ismét tehetett jobbról, Eugene pedig ismét egyedül robbant be a labdára. Az első félidőben további 2 gólt láthattunk, ezek közül főleg Koncz Zsolté sikerült különösen szépre, aki szabad rúgásból pókhálózta ki a bal felsőt. Szünet előtt aztán Sejem ismét betalált, megint egy jobb oldali beadásra robbant be, és a változatosság kedvéért fejjel növelte a kecskeméti előnyt, mely a szünetben így 6 volt. A második játék része a szurkolók átköltöztek a fedett rész alá, ugyanis leszakadt az ég, de 5 perc elteltével így is újabb gólt szereztünk, Balog lövését már a vonalon túlra piszkálta ki a hartai kapus. A Hartának ekkor megint volt egy újabb periódusa, amikor tisztességesen tudta tartani magát, de ez sem tartott túl sokáig. A 62. percben Petrics talált be egy okos szabadrúgás figura után, amivel 80 nőtt a különbség. Pár perccel később Kitül Zoltán is feliratkozott a góllövők közé, aki zicserben nagyon elegáns megoldást választott. Ezzel saját magát is meglepte kicsit, hiszen a meccs napján ünnepelte 25. születésnapját. Az utolsó negyed órára sem maradtak gól nélkül a szurkolók, az újabb gólhengert Szalámi fejesen nyitotta, aki egy szöglet után érte el mesterhármast, 4 perccel később pedig Petrics növelte góljai számát egy büntetőből. A végén ismét Szalámi percei következtek, hiszen egy jó kiugrást és cselt követően Kitüllel lövetett újabb gólt, majd a hajrában vissza is kapta a kölcsönt, ezúttal a születésnapos szolgálta ki, és szép cserek után megszerezte 4. gólját, kialakítva a 13-0-os végeredményt. A Kecskeméti LC legközelebb május 14-én vasárnap Kunszálláson lép pályára, kezdés 17 órakor.